A Four Stars International bemutatja az Ellenséges terület című filmet. Gary Frank, Háda János. Ray Parker Jr., Kautsky Arman. Jean-Michael Vincent, Rosta Sándor. Francis Foster, Martin Márta. Tony Todd, Galambos Péter. Stacy Dash, Somlai Edina. További magyar hangok: Tolnai Miklós, Varga Tamás, Pataki Imre, Molnár Zsuzsa, Makai Sándor, Harmat Imre, Németi Mari, Szokol Péter. Magyar szöveg Dávid Imre. Hangmérnök Bederna László. Gyártásvezető Jávor Barbara. Szinkronrendező Faragó József. A szinkront az Echo Szinkron Kft. Készítette. Forgalmazza a Four Stars International. Zene Sam Binance és Richard Kosinski. Fényképezte Ernest Dickerson. A forgatókönyvet Stuart Kaminski történetéből Stuart Kaminski és Bobby Liddell írta. Rendezte Peter Mamucci. Attól még nekem nem lesz egy büdös buznyák sem a zsebemben. Rossz hónapom volt. Sőt, az egész évem szar. Le akarsz csukatni? Le akarsz csukatni? Nagyszerű, legalább kipihenem magam. De akkor sem látsz pénzt. Carol. Rendben. Ha pénzhez jutok, azonnal fizetek. Jól van? Igen. Tudom. Rendben. A gyerekek? Igen, Billy megnyerte a meccsét. El akartam menni, de aznap... Aha. Igen. Vasárnap érte megyek. Igen? Mr. Beckhorn keresi. És? Az irodájába kéreti. Jó. Azonnal. Megyek. Perry, mit csináljak magával? Az egyik legjobb ügynökünk volt. Mi történt magával? Nézze, Mr. Beckhorn. Tudom, hogy kevés szerződésem van. De láthatja, hogy dolgozom. Emelkedett a prémium rátám. Uram, bocsásson meg, de az új területemen azok az emberek egyszerű melósok. Nincs pénzük. Ó, hagyj ezt, Rapcsik. Tudja, hogy miért kapott új területet. Ryan-é a belváros. Ügyes fiú. És ha nem tudná, Barry... Ryan 30%-kal több szerződést kötött, mint maga. De magát kedvelem. Éppen ezért... Nézze meg! $100,000 üzlet. Pontosan. Egy 70 éves nyugdíjas tanárnő szerződése. Az orvosi vizsgálat megvolt. Önnek annyi a teendője, hogy felkeresi a hölgyet, és aláíratja a szerződést. A jutalék a magáé. $6,000 kaszírozhatok.
Csak 4000 berré. Nem, nem, a 100 000 dolláros az illetve... Isten szerelmére, Barry. Én kötöttem a szerződést, így csak 40% a jutalék. Nézze, ha nem kell magának, adja vissza. Nem, nem. Nézze, én kimegyek. Indulok, Mr. Beckhorn. Ma már késő van, úgyhogy holnap megyek ki. Ma megy? Most megy ki, Barry. Ma kötöttem. Holnap tudomást szerez róla Gottfried, és elbúcsúzhat a jutalékától. És ön is veszítene. Indulok, hogy sötétedés előtt odaérjek. Viszlát! Rapcsik! Ne baltázza el! Ne aggódjék, uram! Szükségem van a pénzre. Biztos, hogy egyedül meg tudod javítani? Korábban mehetsz haza. Tudod, hogy abban a toronyházban csak golyóálló mellényben lehet dolgozni? Haver, tiéd a pálya. De ha kitépték a kábelt, tuti, hogy egyedül nem tudod megcsinálni. Tök fölöslegesen mész oda. Menj haza, fürödj meg, igyál egy sört és nézd a tévét. Minek mész abba a házba? Na jó, megmondom. Van egy csajom abban a házban, miért ne látogathatnám meg munkaidőben? Ne? Így van? Értem. Ismered ezt az éneket? Az éle szár, újjágyban stömt babád. Érted, jövök. Szia! Halihú! Sok a duma. Te is félsz tőlük. Elbi, velem nem szórakozhatnak. Összetöröm őket. Megbudjantál. Azok a fickók vasírtot csinálnak belőled. Soha. Nem tudnak megfogni, á? Biztos vagy benne? Igen, van egy adó a kezemben. Megint kezded. Azt hiszed, okosabb vagy náluk. Ha elkapnak a vámpírok, véged van. Én tudom, hogy lehet kijutni a házból. Van egy titkos kijárat. Nincs titkos kijárat. Ha a vámpírok azt mondják maradj, akkor maradnod kell. Nem juthatsz ki. Én nem félek az őrült vámpíroktól. Hát persze. Nem én, nem hiszem. Mindenki fél a vámpíroktól. Mondom, hogy éppen azért nem tudják a kijáratot a házból, amiről helyig azért a őket. Nem lényeg, hogy vámpírok sereget átadjuk. Azt a kijáratot még neked sem állít. A Lincoln toronyban van dolgom. 10 percig, ha? Fejben nem jár ide. Vigyázzunk a kocsijára. 2 dollárért egybe kapja vissza. Kivegyük a rádió? Vagy betörjük az ablakokat? 2 dollár. Igen, csak 2 dollár. Igen, hol a pénz? Szép volt tőled. Hé, hey, melyik házban mész? Az 1016-ban. Az a középső. A vámpírok vára. Hé! Hey! Sötétedés után tűnjön el, vagy kiszívják a vért. Miért? Mert szeretik a vért. Vigyázz a kocsira. Ozi, vedd ki a rádiót. Vigyázz a kocsira, hülye. Leszedjük a kerekeket. Az se rossz. Komolyan mondom, hogy ma este lesz pénzem. Hiszi a piszi. Ma este nyugalom lesz a bárban, de meg én egy kicsit összebújhatnánk. Mrs. Elva Brixet keresem, nem tudjátok hol lakik? Tudod, kis ticám, velem csak jól járhatsz. Akkor a répám, amit... Elnézést! Szóval, nem tudjátok, melyik lakásban lakik Elva Brix? Ne tapisz, bunkó! Engem ne tapiszon egy buzi! Rajtam rajz, bunkó! Figyelj ide, öcsi!
rossz napom volt, és sem időm, sem kedvem nincs egy dedósnak a szemtelenkedéseit végighallgatni. Rajtam nevettél, te köcsög! Na, ne szórakozz! Hédig! Besötétedett, öreg! Menj haza, öcsi! Mindjárt kezdődik a mese. Senki sem röhöghet egy vámpíron, te bunkó! Ezért megöllek! Köszönöm. Nem látta a biztonsági őrt? Én vagyok az őr uram. Sok munkája lehet. Ezért fizetnek. Néha az egyenruha is elég. Tartanak a zsaruktól. Nekik minden egyenruhás zsaru. Mi az ördögöt keres maga itt? Mrs. Elva Briggs-et keresem. A biztosítási kötvényét kellene aláírnia. Ön küldték? Ebben az időben? Jézusom, ember, hol él maga? Megmondaná, uram, hogy hol lakik Elva Briggs? Tessék. Mindig ilyen lassú a felvonó. Örülj, hogy működik. A másik halott. Ha a felvonó szerelők meghallják ezt a címet, ki se szállnak. Azt hiszelek? Itt még az ablakmosókor is golyóálló mellé van. Orvlövészek. Uram, itt háború folyik. Nem olvas újságot? Nem néz tévét? Csak a munkámnak élek. Itt meggazdagodna. Mondja, minden fehér emberre rá szokott ijeszteni? Fehérre, sárgára, a vörösökre is. Ez a vámpirok vára. Minden házban van banda. A mexikói és a portorikói bandák neve gyilkosok. A fehérek egerek, böllérnek nevezik magukat. Itt a vámpirok az urak. Dignus vámpir. Az a bébi? Náluk a kor nem számít. Vagy velük tart, vagy megölik. A 20. ez a legfelső szint. A 20-16-os lakás. A jobb oldalon. Itt maradok, megvárom. Köszi. Igyekezzen. Ki van ott? Barry Rapcsik, Elbor biztosító. Tessék. Holnap is lesz nap, uram. Nagy szüksége lehet a jutalékra, ha a Lincoln toronyba merészkedik ebben a cudar időben. Igen. Nincs pénzem. Na, nézzük. Kérem, szíveskedjék ott aláírni. Tudom, hogy magánügy, de miért köt 100 000 dolláros életbiztosítást? A havidi az önkorában, tudja... A kisunokám, Antoinette, velem él. Lent van a barátainál. El kell költöznie innen. Tanítónő voltam, tudom, hogy mi van odakint. Ha itt marad, vége van. Itt. Itt írja alá, kérem. Hétfőn elküldöm a másolatot. Hogy került... ebbe a házba? Ezekben a házakban csak munkanélküliek élnek. Ha valakinek állása van, az a család már is elköltözik. Hú,
Sok gyerkőc él ezekben a házakban. Egész nap az utcán vannak, de azt senki nem tudja, hogy hol csavarognak egész nap. Azt nem fogadhatom el. Miért nem? Aláírtam, fizetnem kell. Ha úgy gondolja, hogy érteküld valakit hétfő reggel, nekem úgyis megfelel. Na jó, elteszem. Az elismervény? Meg se számolja a pénzt. Nem. Megbízom önben. Tessék. Jobb lesz, ha megy. Nagyon hosszú és boldog életet kívánok. Köszönöm. Köszönöm. Habár itt nem lehet tudni. Kérem, igyekezzék, uram! Sikerült elintéznie? Igen, uram. Leszállt az éj, öreg barátom. Hagyd a púdert, fiam, tűnjetek el. Mi bajod van? Semmi, veled semmi, nagypapa. Ezzel a nagypofájú bunkóval akarok beszélni. Kezet emelt a vértestvéremre. Ugyancsak a vállát fogtam meg. Pofa be! Ide merészkedsz napnyugta után, és hozzányúlsz az öcsémhez? Szájba merte vágni egy nő előtt? Uram. Megbánta. Bocsáss meg. Uram, én csak a vállát fogtam meg. Nem, nem, ez vért kíván, buzikám. Azt nem mondtam, hogy megölünk, de véresen nézel. Tudod, a környéken tudják, hogy kik azok a vámpírok. Apukám, köpünk a vámpírokra. Mára ennyi éppen elég volt. Tűnjetek el, vagy kidekorálom veletek a liftet. Uram, bocsánatot kérek. Sajnálom. Öljétek meg! Az ajtót! Kérem! Segítsenek! Szuzanyám! Jézusom! Hé, valaki! A vámpírok? Igen. A vámpírok tették? Igen. Nekik. Te kellettél? Igen. Ad ide. Hívja fel a... Az nem jó, a liftben van. Az telefon. Előbb föl kell hívnunk a rendőrséget, érti? Nem működnek a telefonok. A fenébe. Gyere! 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 Engedj be! Jenny! Ott van egy... Nyisd ki az ajtót, megölnek a vámpírok! Azért nem nyitom ki! Ez hülye! Nyisd ki, te szajha! Akkor dobd ki a cipőmet! Töltény! Hozd ide a töltényeket! Menj már, csak 5 töltényünk van! Megvan? Add ide! Tessék! Menjünk a folyosóról! El kell tűnünk innen! Mrs. Briggs! Igen! Más! Mrs. Briggs! Mrs. Briggs! Barry Rapcsik vagyok! Kérem, engedjen be! Ki van kint magával? Gyerekek, szóval telefonszerelő! Két lépéssel az ördög előtt járnak.
Hallottam, hogy mi történt odakint. Nem működik a telefonom, nem tudtam kihívni a rendőrséget. Akkor miért nyitott ajtót? Bajban van, nem? Odaadtam az egész vagyonomat ennek az embernek. Miért segít neki? Fogalmam sincs. Katona voltam. Ha valaki segítségét kiált, segítek. A fiam Andrew megjárt a Koreát, ütközetben esett el. Én Vietnámban harcoltam. Élek és élni is fogok. Az ablak! Segítséget kérünk! Azzal nem megy semmire. Itt egész éjjel üvöltést és lövöldözést hallani. Ha kidugja a fejét az ablakon, lehet, hogy szórakozásból fejbe lövik. Hé, a te céged! Ha nem jelentkezel, keresni fognak. Á, nem jó, csak reggel kezdek. Itt végeztem. Magának nincs pisztolya? Úgy nézek ki, mint aki lőni tud. Miért ne tudna? Csak meg kell húzni a ravaszt. Ezt tartsd a kezedben a táskád helyett. Ha kijöttök, nem ölünk meg! Tudjuk, hogy bent van az a fehér bunkó. Nekünk csak ő kell. A testvérünk nagyon tisztességes lehet. Úgy van, én tisztességes vagyok. A vámpíroknak nem kell a saját vérük. Lökd ki azt a bunkót. Hidd el, hogy elkapjuk, vagy itt, vagy a ház előtt. Tárgyalhatunk a buzidról. Mennyit fizetsz a véréért? Hányan vagytok? Visszajövünk a válasszal. Ha holnap fel kell a nap, csak a hullátokat találják meg a várunk előtt. Dilinko! Vigyázz rájuk! Kövessetek! Ma este vért látunk. Most mi lesz? Te is tudsz gondolkozni, nem? Talán a tetőkön át kijuthatunk. Lapos tetőnk van. Ott nem bújhatnak el. Tavaly egy tűzoltót a másik tetőről lőttek agyon. Na jó, lemegyünk. Lemegyünk? Hogy akarsz lemenni? Ők, az övéki a felvonó. Ört állnak a lépcsőnél. Két hulla van az emeleti folyosón. És azt elfelejted, hogy egy Dilinkós nevezetű úriember áll az ajtó előtt? Nem kell az ajtó. Tedd le azt a rohadt táskát, és fogd meg a kést. Lemászunk. Komolyan, te le akarsz mászni? Az ablakon nem mászok ki. Vél, barikádozzuk el az ajtót. Megőrültél? Ha itt maradunk, végünk van. Talán kinyírhatunk egy-kettőt, de ezek több százan vannak. Mit gondolsz, mit csinálnak Mrs. Brixel? Segített rajtunk. Mászunk. Tudnak a pénzről? Nem. Mrs. Briggs kitart? Törődnek is ezek velem, ők Barryt akarják. Csak nem gondolja, hogy én le tudnék mászni magukkal. Miattam ne aggódjon. Tudok én vigyázni magamra. Will, nem hagyhatjuk itt. Menjen csak! Bízza magát a barátjára. Ne aggódjon, túl fogom élni. Másztanak a 18-ra. 1804-es ajtó. Keressék meg az unokámat. Okos lány. Ő kitalál valamit. Vámpírok. Mit láttok? A holdat! Milyen holdat láttok? Terve holdat! Ez a mi éjszakánk. A mi várunk. Senki sem törölheti véres, szaros kezét a várunk falaihoz. Főleg teli hold ide innen. Ezt nem teheti meg velünk egy bunkó! Mit kaptunk a fehérektől? Semmi! Mit szánnak nekünk a bunkók? Kajót! És mit kapunk a várunkban? Amit csak akarunk! Ebben a várban mi vagyunk az urak! Ismerjük várunk minden zugát! Ez a világ! A teli holdas éjszaka! A vámpíroké! Halljam a vámpírok hangját! Holnapig, mielőtt feljön a nap, a bunkó és a fekete áruló fizetni fognak! A halálukkal! A halálukkal! Deacon véréért! Deacon véréért! Meglakolnak! Meglakolnak!
Mi olyan vicces, öreg? Csak nem becsavarodtál. Tériszonyom van. Barry, ez nem vicc. Délután azt hittem, rám mosolygott a szerencse. Most pedig alattam a város. $6000 a zsebemben éppen a semmibe indulok egy lepedővel. Mert egy vámpír nevű kölyök a véremet akarja. És mi ebben a vicces? Fekete humor. Igen. Barry, két emelettel lejjebb egy párkányt találsz. Vetted? Ha zárva az ablak, rúgd be! Ó, rúgjam be, ilyen egyszerű. Rajtam csak zokni van. Menj! És ha meghalok? Én segítettem rajtad. Most te következel. Indulj! Tapsra vársz, okay, mi? Oké, megyek már. Nyomás! Ne lökdös, megyek már! Nem. Anyukád hol van? Nincs itthon. Én vigyázok Ágnesra. Látod, szopja az ujját. Most mit csináljak? Szűz, Mária. Zsozsót. Mit? Adj egy kilót, pénzt. Ez a cégemé. Na és aztán, vedd le a jutalékodat. Adj egy kilót. Szia, pici. Ha hazajön az anyu, szólj neki, hogy itt járt a Mikulás. Jó? Gyere, Mikulás bácsi. Ha ezt elmeséljük az anyucinak, nem fogja elhinni, hogy ma este nálunk járt a Mikulás. Ki az? Itt van Mrs. Briggs. Gyönyörű látodásod, kedves nézőnk! Mrs. Briggs küldte az unokájáért? Nem hallotta a lövéseket? Valami baj lehet a házban. A vámpírok üldöznek, nyissa ki! Gyere! Mit akartok itt? Bartoni, a nagyi küldte őket. A cserkész csapat elől menekülünk. Jézusom, a vámpírok. Vannak. Kik? Tudod, kiket keresünk? A fehér bunkót és az árulót. Szerintem te vagy az áruló. Te is fekete vagy. De te is rabolsz, gyilkolsz, mint a... Vámpírok. Vámpírok. Csak azt csináljuk, mint a többiek. Erősek vagyunk, mert élni akarunk. Ha olyanok lennénk, mint te, elpusztulnánk. Ezt szeretnék a fehér ördögök!
Tanulj meg békében élni velük. Haj, vigyél ötöt. Ezen a szinten az összes lakást végigkutatjátok. Ha valaki nem akar beengedni, szétlövöd az ajtót. Ha ellenkeznek, ismered a módszereinket. Ha végeztetek, elindultok lefelé, emeletről emeletre. Agyas! Te is vigyél ötöt, ti a földszintről jöttök felfelé. Lakásról lakásra. A feladat ugyanaz. Nem bújhatnak el a mi várunkban! Hozd ide őket! Délinko! Mondd, Kant! Melegítsd meg a kést. Megnézzük, meddig bírja ez a vén lotyó. Ez vadi új. Barry? Tessék. Nem ajándékba kaptam a csukát. Tedd el, fiam. Boldog lennék, ha valami okos ötlettel is segíthetnék rajtatok, nem csak egy elrongyolódott cipővel. Köszönöm, uram, ön igazán... Tedd el. Szívesen. Srácok, valahogy ki kell jutnotok innen. Bármelyik pillanatban itt lehetnek ezek az állatok. Csak azt nem tudom, hogy jutunk el a kijáratig. Chet, ismer egy utat. Hallgass! Csak egy lakásban bújhatnak el. Melyikben? Mr. Parker lakásában. Annál az őrültnél. Jézusom, az a fehér ember életveszélyes. Na várjunk csak, ki az a pali? Ő az egyetlen férfi, akitől félnek a vámpírok. Mert az az őrült azonnal lelövi azt, aki arra mer gondolni, hogy bekopok hozzá. Talán rátok is ez vár. Chet azt mondta, olyan kijáratot ismer, amiről a vámpírok sem tudnak. Azt mondtam, hogy hallgass, LB. Mindenki tudja, hogy Chet csak lódít. Nézzük meg. Ez a Parker segíteni fog. Gyertek! Ne! Lehet, hogy bent vannak. Okos vagy. A felvonó az övéké. Hányadik? 11. A lépcsőn. Vagyok. Will Jackson, telefonszerelő. Így van? Will Jackson. Hogy hívnak? Mondd meg a nevet. Hogy hívnak? Ha? Mondd meg a nevet. Hadd halljam, szedd össze magad. Jól vagy? Leveszem a szádról a kezem. Utána megmondod a nevedet. Jó? Egy. Kettő. Három. Mondd a neved. Gyerünk, hadd halljam! Barry Rapcsik? Úgy van. Jól van. Rendben vagy? Igen?
Fogd a kést és menjünk. Gyere! Tessék! Fogd! Mi van? A vér? A zakót? Vedd le a zakót! Tessék! Barry! Hallgass meg! Megmentetted a barátod életét. Kösz! Fogd meg! Tedd vissza az övedbe. Will! Gyere, Barry, mennünk kell! Gyere! Gyere! Vagyok a 20-ról. Hé, tűnj el, kislány! Többet nem fizetek elő magazinokra! Mr. Parker, segítenie kell! Ezeket az embereket meg akarják ölni a vámpírok! Valóban? Kérem! Miért hozzám jöttetek? Mr. Parker, kérem! Magától félnek a vámpírok! Na, ne mondd! Szóval szükséged van rám? Figyelj, édes! Tudom, hogy hazudsz. Ha kinyitom az ajtót, benyomulsz az összes genyládával. Menj haza! Nem tartozom közéjük. Úgy nézünk ki, mint a vámpírok. Nyissa ki azt a kurva ajtót! Na jó, fizetünk. Fizetnek? Mennyit? Egy százast. Ha? 200? 500! Na jó, 500 dollár, de nyissa ki az ajtót. Előbb a pénzt! Megkapja, ha bent vagyunk. Miért? Nem bíznak bennem? Nyissa ki! Mutassák a kezüket! Tedd fel! Tartsák fent! Én visszamegyek. Oké? Okay? Várj csak. Itt hagyod ezt a két nyámnyilát. Te meg visszamész a többi nigróért. Nem, megnézem a nagymamámat. Anya, nyit! Begy szó! Na jó, de ha útközben meggondolnád magad, agyon lövöm a haverját. Tudom. Tudom. Menj! Kösz. Szia. Zárd be! Gyere, öcskös, tedd a pisztolyodat a polcra. Te is, bombornyák, tedd mellé a késedet. Mozogjatok! Nyugalom, testvér, egy cipőben járunk. Nem vagyunk testvérek, te tetű. Ti féltek a vámpíroktól? Én sokkal keményebb vagyok. Hol a lóvém? Kösz. Mi történt? Miattam én... Will megmentette az életemet. Na. Ismerős a történet. Veled együtt a barátod is meg fog halni. Ah! 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 Ah!
Válaszolj, mert megöllek! Hol van a fehér bunkó? Ajam, hol van? Beszélj! Hol van? Mondd meg, hogy meghalsz! Atyaisten! Nagyi! 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 Nagyi, jól vagy? Igen. Hozott Isten. Engedj el! Ne! Növeljetek meg! Jól van, babám. Hallani akarom, hogy hol van a bunkó és az az áruló, és most akarom hallani. Ne mondd meg neki, aranyoskám. Nagyon bátor vagyok. Ezért, ha végeztünk velük, ha megtaláltuk azokat a kurva hajcsárokat, kiheréljük őket, mielőtt kiszívjuk a vérüket. Aztán mi, te meg én rendezünk egy partit. Utána eljátszhatnak veled a testvéreim. De ha akarod, darabokra is téphetlek a vénasszony előtt, ha nem beszélsz! Na jó, hagyj, megmondom. Boldogan megmondom. Úgyse kapod el őket. Amiatt te ne aggódj. Halljam, hol vannak? Hülye vagy, Will. Azt hittem, okosabb vagy. Élve soha nem juthat ki a házból. Add át neki ezt az idiótát. Tudom, hogy mire számítasz. Leszeretnél szakítani egy pár rongyot ezért az idiótáért. Tévedsz, komám. Teljesen mindegy, hogy fehér, sárga vagy egy büdös nigger. Segítek, mert szarban vagy. Teljesen hülyének nézel. Etesd ezzel a dumával az első áldozókat. Megjártam Vietnámot. Harcoltam a kommunista ördögök ellen. A komcsik jól vannak, Amerika pedig röhög az egész világon. Emlékszel arra a sok vadbarom tüntetőre az utcákon? Most mercikben feszítenek. Én meg itt rohadok ebben a lyukban. A macskámmal. Én is harcoltam. Hidd el, nem haragszom a hazámra. Most... Szem bácsitól rokkantsági nyugdíjat kapok, és ezt a Forma 1-es kocsit. Nagy lelkűek, nem? Mindössze egy ütközetben vettem részt, de akkor eltörték a derekamat. Te merre jártál? Ott voltál? Egyetemre jártam. Hová? A Harvardra. Mercivel jársz? A volt feleségem jár a Mercivel. Mi bajotok van? Bocsássatok meg. Bocs. Hova mész? Miért? Mi bajod a sráccal? Olyan vagy, mint a vámpírok. Egy patkány. Csak az a különbség köztetek, hogy te egy kisebb ketrecben élsz. Ez nem ketrec. Ez egy bunker. Háború van odakint. De most győzni fogok. Felkészültem a legrosszabbra. Látod ezt a szerencsétlent? Ha? Tudod, miért vettem? Talán mert kedveled a madarakat. Na, gyűlölöm őket! Ha mérges gázt fújnak be, ő döglik meg először, és addig felmentném a gázmaszkomat. Brilliáns ötlet. Ez a háború az enyém lesz. Látod a cicát? Hova bújt az a rohadt dög? Tudod, miért van itt ez a cica? Megkóstolja a kaját, hogy nem mérgezette. De gyakran le kell lőnöm őket, mert... bogarakkal etetik a cicákat, hogy écet, rákot kapjak.
Üha. Tudjuk, kik kopognak így. Gáz van. Hé! Hey! Ha nem takarodtok az ajtóm elől, tüzet nyitok! Nálad van! Takarodj, te patkány! Engedd ki a bunkót és az árulót! Vagy agyonlőjük őket! Én kimegyek! Vegyétek le róluk a kötelet! Egy rossz mozdulat, béna! És agyonlövöm a kurvákat! Fogd! Mi nem adjuk fel. Maradj! Cserélünk! A nők bejönnek, ők kimennek! Nem, nem! Először ők jönnek! Ki nem bízom benned, te most lék! Gondolod, hogy én megbízom benned? Hé! Hé! Megyünk! Menjetek! Indulnak! Megpróbálkozz, mert kinyírlak! Küldd be a nőket! A nőket! Ne! Ők is árulók! Tőlem. A hét elején már bent voltam. Takarodjatok! Meg tudja a feleségem, hogy én... Hova be? Nem vagyunk zsaruk. Akkor meg kilövöldözik a vámpírok. Hallgass! Akkor megmondanád, apukám, hogy miért törtetek be ide? Adj egy kilót! Isten hozott, nyuszikám! Hogy parancsolod? Várj csak, én még... Nyugi! Tudom, hogy nem fejeztük még be. Most nem. Én... Tartsa meg! Á, értem. Buznyák vagy. A fiúkat szereted? Ó, anyám, egyre melegebb a helyzet. Tudsz valamit? Igen. Talán kijuthatunk innen. Folytasd! Elbi barátja, Chet, azt mondta, hogy ismer egy kijáratot. Szerintem nem hazudik. Beszéljünk vele. Hol van? A 10. laknak. Próbáljuk meg. Jó, megnézzük. Már is mész? Visszavárlak. Hé, aranyhajszál. Ha esetleg megváltozol. Ne feledd. Tartozom egyel. Gyere, de én...
Ismered őket? Nem a barátaim, lehet, hogy be sem engednek. Mire várunk? Próbáljuk meg! Szerelők! Rossz a telefonja? Tudják venni az idő? Igen, hogyne, de ma még végeznünk kell vele. Ha most nem jó, akkor csak a jövő héten tudjuk megcsinálni. Várjanak! Ne nyisd ki, anya! Ma este teli hold van! Honnan tudjam, hogy nem hazudik? Nálam van a kártyám! Csúsztassa be az ajtó alatt! Úgy beszél, mint egy fehér ember. A Harvardra jártam, nyissa ki! Mit akarnak? Ezek a vámpírok! Nem vándasz! Nyugi! Ne félj, Mrs. Cole! Segíteni ők kell. Illetve Chad kell. Elbi azt mondta, hogy te ismersz a házból egy titkos kiáratot. Igen, ismerek. Ugye Chad nem játszol velük? Tőled függ az életünk. Nem hazudok. Ugye, anyu, most nem hazudok. Chad, nekem miért nem meséltél róla? Valóban igazat mond. Csak egy pár kérdésünk lenne Chadhez. Nagyon fontos. Nos, Chad, mesélj. Hogy jutunk ki? Lent a B-ből. A B-ből? Igen, onnan. A B-pincéjéből jutnak ki? Igen, ott, ahol a patkányok és a pókok vannak. Ott a kijárat, de csak én tudok róla, igen. Ne féljen. Az ajtó nem jön meg, de... A célból van. Tony miatt aggódom. Ne féltse őt. Okos unokája van. Higgy el. Testvérem meghalt, és azok a csótányok még mindig élnek. Tönkre akarják tenni a várunkat. A 11-től a 8-ig semmi. Mindent átkutattunk. Semmi. Jól van. Kezdjétek a földszintről. Delinko! Tizedik emeleten lesznek. Igen, ezek a felvonók. Itt tudtok átmenni, aztán itt lesznek a kazánok és a szemetes. Amíg itt átjuttok, addig sok patkányt fogtok látni, mert a csövek alatt élnek. Aztán végigmentek, és itt a kijárat. Én nem találom meg. Hogy ne találnád meg? Ez egyszerű. Látod, itt a kazán. Itt szoktak aludni a csöves haverjaink. Chad, jó a rajzod, de én még nem jártam a pincében. Jó, megmutatom. Komolyan? Csak nem gondolják, hogy magukkal engedem a srácomat erre az útra. Nem vagyok gyerek, 10 éves múltam már. Csönd legyen. Nem találunk oda. Kérlek, anya. Chester, kifelé. Azonnal bújj az ágyba. Futás. Mrs. Cole a neve? Szükségünk van Chadre. Nos, 300 elég lesz? Legyen 400. Ide figyeljen. Nem tudom, hol él, de 400 dollárért már nem vehet egy fekete fiút. Félreértett, én... Bocsásson meg, én csak... Talán megértjük a rajzot, ha lent leszünk. Thank you.
Az az érzésem, hogy a felvonó felettünk van. Mit akarsz a felvonóval? Tudod, hogy a felvonó a kezükben van. Tartsák meg! Nekünk csak a létra kell. Mrs. Cole, kérem, bocsásson meg, elnézést kérek. Valószínű, hogy én csak nagyon félek. Megértem. Én... Nem csodálom, hogy fél. Sok sikert. Köszi. Szeretném megköszönni a segítségét. Kérem. Tiszta levegő. Beért, fent vannak. Fogd meg. Még jó, hogy a zsebemben maradt. Mit csinálsz? Figyeld az ajtót. Csak egy percre hagyjatok békén. Megvan. Tessék, mehetünk. Lőd agyon! Szép ütés volt. Kösz! Induljunk! A lövésre ide jönnek. Indulj, Tony! Gyerünk! Te vagy a következő. Igyekezz! Mary! Te jössz! Mehetsz! Oké. Ne nézz le! Oké. Nyisd ki az ajtót! A vámpírok vagyunk! Menjetek a francba! Nincs itt senki! Csak körülnézünk! Nyisd ki, vagy letörjük! Nézzék, nincs itt senki, csak a fiam van itthon. Kérem, menjenek! Menj utána, fogd meg! Nézzetek körül! Állj meg, nyugi! Nézd meg a szobát! Gyerünk, fiúk, mozgás! Szobákat! Tiéd a fürdőszoba! Ó, Chad! Baby! Chad! Hazudsz, Ribolc! Nem! Idő? 4 óra. Hol az anyjukban vannak? Valaki elbújtatta őket! Ha nem kapjuk el őket, oda a tekintélyünk! Az épületben kell lenniük. Ha sikerül lelépniük, mindenkit megölök. Esküszöm.
A vámpírok vére lassan folyik el. Mindenki vérezni fog, mielőtt meghalok. Vámpírok! Ott a szellőző? Igen. Várjatok! Mi a szart a körésznek? Egész éjjel itt szobroztunk, így nem? Tudom, mit csinálhatnám? Tudod, miért szobroztunk itt? Tudod, mi van? Elkapták őket és végeztek velük, és most nélkülünk ünnepelnek, igazam van? Igazad van, öcsém, kibasztak velük. Tudom. Ők jól megvannak. Na, Jet, mehetünk. Gyertek! Merre? Ott van a kazán. Ott van. Látjátok? Várjatok. Foglak az ütőt. You want to back up? Take the bag. Yeah, go. Hogy másszunk ki? Mi bajod van? Én már ezerszer kimásztam. Chet, nézd ránk! Én kiférek. Hol? Az ablakon. Jó, és aztán? Éjszaka akarsz kimenni közéjük? Tudod, hány banda van itt? Ha elkapnak a vámpirok, véged van.
Will, pont nekem mondod, én itt nőttem föl. Ismerem a környéket, 10 percen belül a rendőrségen vagyok, megyek. Komolyan gondolod? Igen, komolyan gondolom, megyek. Tessék. Kösz. Mássz át a kerítéseket. Jó. Tony, sajnálom, hogy... Hagyd, felesleges. Engem ugyanúgy meg akarnak kaparintani, mint téged. Hé! Hey. Vigyázz. Oké. Okay. Vigyázzatok csetre. Hogyan tovább? Várunk. Nyugalom, Barry. A türelem rózsát terem. Csak semmi pánik. Van egy tervem. Vészhelyzetre. Például, ha Tony nem érne oda. Vagy ha a zsaruk közdik Tonyval, hogy erre a környékre nem jönnek ki. Vészhelyzetre. Nem hiszem, hogy tetszeni fog a tervem. Hallgatlak. Mondd csak. Hé, hey, Chet. Vissza tudsz menni? Hülyének nézel? Hogy beszélsz? Adj 2 köteget. Minek? Adj 2 köteget. Eddig is megbíztál bennem. Figyelj, ha délre nincsenek itt a zsaruk, érted? Akkor fogod is. Maradjon ott! Nem segítek, ha ott hagyja a helyszínt. Egy sarkon áll, igaz? Nézzem fel! Örmester úr! Pillanat! Azonnal indulniuk kell! Most azonnal a barátaim a toronyász pincéjében! Rögtön befejezem, kisasszony!
Uram, nézem föl! Kisasszony, oda nem mehet be! Garmen, kapd el! Álljon meg, kala meg! Segíteniük kell! Álljon meg, oda nem mehet be, édes! Álljon a falhoz! Álljon a falhoz! Maga fognak a barátaim, engedjenek, kérem! Én nem vagyok bűnöző! Értsenek, tegye hátra a kezét! Hey, Jim! Nem tudom még, mi lehet áll! Nem, az a kulcs az övé! Tegye szét a lábát! Hagyjanak, kérem! Maradjon így! Hív, maradjon így! Hívj egy kolléginát! Jó? Uram, atyám! Hülye barmok, engedjenek el! Várj, várj, édeske! Berontottál a helyiségbe, honnan tudjuk, hogy nem vagy terrorista? Először megmotozunk, gyere! Gyere! Megmotozunk, utána beszélhetünk, befelé! Mindjárt fel kell... Tudom, hogy mindjárt fel kell alatt. Takarodj! Hol hagytátok Bilinkót? Én... ő is áruló lett? Honnan tudjam? Mi van? Mi van? Mi van? Semmi, mindent megnéztünk. Itt kell lenniük, vagy szerinted köddé váltak? Várj! 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 A pincében még nem jártunk. Hogy a fenébe mehetnénk le a pincébe felvonók nélkül? És DJ-ék az ajtóban állnak. Nem tudom. Oh. Mindent megnéztünk. Na jó. Esküszöm. Na jó. Menjünk le. De ha nem lesznek ott, megöllek. Kant, megnézzük, oké? A francba. Igen. Tudom. Minden jót. Térden állva könyörögek, hogy higgyen nekem. Mondtam, hogy 4 embert öltek meg az épületben. A nagymamámat megkínozták. Az utolsó akciónál 2 emberemet megölték. Nem szívesen megyünk a Lincolnba. Ellenőriztem a történetét. Nincs telefonjuk. Habokra nem megyünk ki. Ha nem tetszik, elmehet. A francba, fel kell a nap! Öcsém, reggelre itt lesznek a zsarók. Tudom. Figyelj, öcsém. Szerinted hol van Kant? Szerinted hol van Kant? Halottak. Lövöldözés, és ő? Egész éjjel nem láttuk Kantot. Kurva élet, de hol lehet? A Markus azt mondta, a Dilinkó halott. Na ne! De! Ha nem találják meg őket, öcsém, én eltűntem. Helyes. Megyünk. Úgy van. Kant. Tele vagyok velük. Miért vannak még itt? Nem tudom. Lehet, hogy szándékosan tart bennünket a pincében. Nem, azt nem hiszem. Komolyan. Egyszer már megölhetett volna bennünket. Igen, ez igaz. Jézus, lejönnek. Az mit üt? Magyaró, mindig mi kapjuk a legszarabb meló. Kurvára unom, már elegem van ennek, menjünk a francba. Ó, oda néz! Hey. Maga hullik az égből! A tikázat, ez tötvelesek! Ez nem igaz! Tötvelesek, ezek jó! Ez nem lehet igaz! Hé! Bekapták! Remek, gyerünk! Már még! Gazdagok lesz, hogy a fiatal szokom! Itt kell lennünk. Tudja, hogy nincsenek, nézzük meg! Hogy jöttek volna meg?
van! Dilinko! Oda lépsz! Kis györácsok! Megölték Dilinko! Gyerünk! Lőj meg! Visszaérjetek! Mi lesz itt? Ne nyakörj! Rohadt szállj! Na már hiába! Törd el! Nyisd ki! Siessetek már! Oh, ez is az enyém. Mikor eltalált? Francba! Gyerünk, ne tudom, menjünk! Hozd már! Nem tudok tovább menni, menj nélkülem, te még életben maradhatsz. Gyere! Gyere! Nyugi, elintézem! Gyere, testvéreim! Csak nyugodj! Az enyémek! Az a rohadt buszi az enyém! Ölj meg, Will! Csak egy golyó van! Az enyém az a rohadt buszi, majd én kicsinálom! Megvan! Hogy nem menekülhettek a váramból. Elérkezett az időt, minden áruló a te sorsodra jut. Ő is az enyém. Maradj ott, mert először a buzival végzek. Imádkozz, te áruló. Imádkozz, te köcsök. Mert te is megdög lesz. Érzem a vért! Kitépem a szívedet, és kiszívom az összes véredet! Halhatatlan vagyok! Halhatatlan vagyok! Vámpírok, utána! Gyerünk! Gyere, jobb! Mit csinálunk? Állj meg! Vámpírok, szűz! Gyerünk! Menekülj! Fedezébe! Meneküljünk, gyere! Tüzelj, tüzelj, tüzelj a vámpírokra! Gyere, kis több golyó! Hol vannak? Unokámért kapjátok! A felmentő sereg. Súlyos a sérülésed? Azt hiszem, túlélem. Nem kötöttem balesetbiztosítást. Kezdjék a pincét! Oszkár!
is hard to find. Friendly is a person who has your back. Not a bad luck, he's not a black cat. It's the same that I think in this way. Brother, brother can't go out and play. Killer number one of the black man is another man with the same skin. Everything's going so fast. Killing all the men in life won't last. Are you straight up or incognito? Are you just a friend or are you foe? After everything I have but clothes, they will never say you got to know. Looking at someone that I really don't know. Ever suspicious or at the corner of my eye, trying to figure the possibility.